Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályában a hatodik forduló mérkőzéseit rendezték kedden és csütörtökön. Az újonc csapatok közül eddig legjobban szereplő, a tabella hatodik helyén álló Dekkebeu, a végső győzelemre is esélyes, azonban jelenleg negyedik Klubfecával mérte összerejét. Lássuk az összecsapást! A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályának hatodik fordulójában, tehát a Klubfeca az újonc Dekkebeuval találkozik. Megszokott szerelésében mindkét együttes, pirosban, tehát a Klubfeca, piros nadrág és piros mez, míg zöld-fehér mezben a Dekkebeu. Nézzük, kik juthatnak szóhoz a mai mérkőzésen. Nézzük előbb a Dekkebeu összeállítását, hiszen papíron ők a pályaválasztók itt a VOK-ban most. A kapuban Horváth Ferenc, a mezőnyjátékosok pedig 9-essel Kiszei Szabolcs, 3-assal Varga Balázs, 21-essel Jung Barnabás, 8-assal Cöveg Balázs, 28-assal Domján Attila. Miközben meg is születik az első gól a mérkőzés, hát nem kellett sokat várni rá. Arra sem volt időm, hogy elmondjam az összeállításokat. Az első perc végén már is vezet a Klubfeca, gólszerző 69-es számmal német Antal. Hát ez villámgyors gól volt. Most már azért nézzük végig az összeállításokat. Tehát ott jártunk, hogy a Dekkebeunál 28-as a Domján Attila, 10-essel Jancsek József, 7-essel Tóth Gábor, és 69-essel Kellner Patrik. A Klubfecánál a kapuban Csönge Norbert, a mezőnyben pedig 19-es Bobori Balázs, 2-es Kellner Zsolt, 5-ös Máj Norbert, 7-es Salad Zoltán, 6-os Nagy Péter, 99-es Véninger Krisztián, 14-essel Husz Károly, 10-essel Máriási Zsolt, és 69-essel az immár gólszerző német Antal tehát. Kis kényszerszünet, hiszen eltűnt a labda itt valahol hátul. Hát nem sokat várt a Feca, villámgyorsan megszerezte a vezetést. Várható is volt egyébként, hogy sok gól lesz ezen a meccsen, hiszen a legutóbbi fordulóban a Feca 12 gólt lőtt a Fejérvíznek. Így aztán várható volt, hogy lesz gól, közben előkerült labda is, és így folytatják a csapatok. A Dekkebeu is az előző fordulóban 5-ször betalált, a szenvedő fél a Csé plusz Atlantis Pub volt, 5-2-re nyert a Dekkebeu. Mája bedobással, Máriási. Középre teszi, ott azonban nem volt senki, de visszaszerzik a piros mezesek. Salac volt az, aki odalépett, mielőtt elrúghatták volna a Dekkebeu játékosai a labdát, ez pedig szabálytalanság, szabadrúgás a 9-es vonal előtt. Az eddig 5 fordulóban a Klubfeca 4 győzelmet aratott, illetve egyszer kapott ki a gárda az egyetlen vereséget. Közben egy jó lövést láthatunk Kellnertől. Tehát az egyetlen vereséget az első fordulóban szenvedte el a csapat. Az Old Boys-tól kaptak ki 3-1-re. Azóta viszont csak nyertek zsinórban 4-szer. A második fordulóban 5-1-re verték a MÁVA Alba Kerámia 57 Kft. Kronoszt, a harmadik körben 6-2-re a Maraton Sport, a negyedik fordulóban újabb magabiztos győzelmet aratott a Klubfeca, 6-1-re verte a Fevitát, és ma korábban említett Fejérvíz elleni 12-2-es diadal követte ezt. Dekkebeu eddig 5 mérkőzésen 2 győzelem és 3 vereség, tehát egyik csapatnak sincs még döntetlenje. A Dekkebeu az első körben 2-1-re kikapott a Maraton Sporttól, majd ezt követően 10-5-re megverte a Fevitát, majd jött egy újabb vereség, és ez érdekes, hogy ismét 2-1-re kapott ki a gárda, ezúttal a Fejérvíztől. A negyedik fordulóban ilyen kudarc, a Jó Rádió 9-3-ra verte a zöld-fehéreket, majd az ötödik fordulóban a korábban már említett 5-2-es győzelem a Csé plusz V ellen. Így állnak tehát a csapatok itt a forduló előtt, miközben egy jó fejest láthattunk, Salac Zoltán volt az, aki már egy bedobását megpróbálta a kapuba juttatni. Az ötödik percben járunk, 1-0-ra vezet a Klubfeca. Máj, Kellner, német, nem tudott előre passzolni, kicsit elbújtak a társak ott elől, nem tudta indítani Máriásit. Ez viszont egy jó labda, és nem fordult azonnal a kapura, nem próbált lőni, Cedek Balázs megpróbálta megjátszani a túloldalon érkező csapattársát, így oda lett a helyzet. Máriási, német.
Máj. Könnyelmű Máj el is veszti a labdát. Ez a lövés azonban messze elkerüli a kaput. Tóth volt az, aki megpróbálkozott távolról. Németh. Kellner. Máriás így nem tudja megtartani a labdát, oda piszkált egy láb. Újabb távoli próbálkozás, ez már jobb volt, mint az előző. Nem volt rossz az elképzelés. Kiszegy Szabolcs volt az, aki gyakorlatilag a fél pályáról kapura tűzte. Máj, Kellner a labda útja. Németh. Agresszíven letámad, de Eckebauer nehéz felhozni a labdát. Jól tartják most, meg most a piros mezesek. Kellner csak hátrafele tud menni. Kiszei volt az, aki nem engedte, hogy kapura forduljon. Tóth szerezte meg a labdát, majd kapja vissza Kiszeitől, Tóth. Szép a csel, és egy remek lövés. 6 percet kellett várni az első veszélyes Deckebau próbálkozásra. Tóth volt az, aki egy remek lövést eresztett meg, csöngel hárított bravúrral. Kellner. Jól fordul le Salac, középen ketten is érkeznek. De Máriási és Németh is a háta mögé kapta a labdát, csak úgy, mint most Kiszei, a másik oldalon. És most fordulat ismét Tóth, és egy újabb remek csöngevédés. Egyenlőre a hetes számú Tóth Gábor a legveszélyesebb Deckebau játékos. Két jó lövést is láthattunk már tőle. Ezután nem ő próbálkozik, és becsorog a labda. Váratlanul egyenlít a Deckebau. Hát ha én jól láttam, ez öngól volt. Bár könnyen elképzelhető, hogy a középen teljesen egyedül érkező 21-es számú játékos Jung Barnabás volt az, aki a gólt szerezte, adjuk neki. Jól érkezett középen, és nem figyeltek a feca játékosok. Egy kicsit elaludtak a piros mezesek ennél a helyzetnél. Ott az újabb lehetőség, horvát kapus ejtette ki. Máriás itt pedig finoman kitolják a labda alól, hogy ne tudjon fejelni, így szabad rúgás. Nyolcadik percben járunk. Jung, illetve Németh góljaival, Deckebau klubfeca 1-1. Kellner ott hagyja a labdát Máriásinak. Kellner. És belejöttnek a lövésbe, szöglet. Kellner végzi el, most érkeznek középen, és nem sikerül megtolni Salacnak. Jöhetnek a zöldmezesek. Jól lépett közben Máj, bedobás. Szövegtette tovább. Tóth, és jól jött ki a kapujából. Csönge, bedobás. Jung. Jung. És gyakorlatilag saját játékos társa volt az, aki blokkolta a lövését. Németh. Máriási. Kellner. Nem nagyon mozogtak a társak elő, nem tudta passzolni. Ez pedig lefüleli Jung. Kiszei. Így nehezen tartotta meg a labdát a Deckebau egészen eddig a pillanatig, hiszen ott nem volt zöld-fehérmezes játékos. Máriási. Jó a kényszerítő, Máriási az alapvonalnál. Középre teszi, és ott pedig a védők tisztáztak már. Máj. Az
ezúttal nincs kényszerítő, megtartja a labdát Németh, de csak néhány pillanatig. Szöveg. Tóth mozog üresbe elől, és bizony megizavart egy pillanatra Csöngét. Neki majdnem kicsúszott a labdával a hatoson kívülre, de végül sikerült bent tartania. Máriási, Németh. Máj, eddig jó örömmel találkozó mindkét csapat. Nem aprózza el, sok futással próbálnak helyzetbe kerülni. Íme Salac, és jól jött ki a kapujából Horváth Ferenc. Megszerezte a labdát. Ez egy gyönyörű indítás. Tóth teljesen egyedül a kapussal szemben, és gólra is váltja a lehetőséget. Gyönyörűen csinálta a Dekkebau ezt a helyzetet. Cövek volt az, aki sarokkal Tóth Gábor elé játszott, ő pedig nem hibázott. 2-1 fordítanak a zöld-fehérek. Kellner. Salacot megfogták, nem fért a labdához. Jung. Újabb hosszú indítás Tóth felé. Hosszú oldalon jön a társ. Jung. Hosszú volt a labda. Jó fél méterre maradt le a keresztbe passzról Jung. Németh. Ügyes cselekkel tartja meg. És rossz a passz. Ismét fordulhat a Dekkebau. Máj. Óriási lendülettel, és egy bedobás lesz a jutalma. Nagy Péter a labdával, aki időközben bejött csereként. Máriás itt váltotta. Németh. Csak kell nehezt tud játszani. Szorosan és jól védekezik a Dekkebau eddig. A kényszerítőt nem jó. A társak szólnak Domján Attilának, hogy hátra tegye. Nem volt jó az elképzelés, hiszen most támadhat a klubfece a szöglet. Bizony Horvátnak ki kell tenyerelnie Németh Antal lövését. Elkezdtünk a fédő feléhez, 2-1-re vezet a Dekkebau. Egészen eddig a pillanatig, hiszen most már 2-2. Nagy Péter a gólszerző. Jól érkezett a szögletre, és kapásból be is suhintotta a jobb alsóba. 13. perc elején járunk, hát pötyönni a gólok. Egy fél-fél idő alatt 4-et láthattunk már. Lehet, hogy itt az ötödik. Salac. Bizony volt benne egy kis ütés is. Kellner. Máj. Németh. Ott most nem volt senki. Legalábbis a játékos társak közül. Kiszejveszti el, de aztán nagyon erőszakos és visszaszerzi. Tóth nem lövi el, tovább teszi, és egy újabb gól. 3-2 a Dekkebau javára. Gyorsan sikerült visszavenni a vezetést, és megint jó volt a gólszerző. Gyakorlatilag egy perccel a gólja után, egyenlítő találata után. Itt az újabb Dekkebau találat. Máj. Nagy. Szöveg vele szemben. Salacot könnyedén szerelik most. Tóth. Szöveg. Elvállalja bátran. Remek volt a védés. Bizony befért volna a léc alá. Így marad a 3-2. Kiszei végzi el a sorokást. Marad a labda a Dekkebaunál, bedobás. Bár Salasznak erről más volt a véleménye, hiszen el szerette volna végezni. Ezt is Kiszei végzi el. Könnyedén fegyeli ki, de marad a Dekkénél a labda. Kellner nem találja el túl jól.
szép gyertyát rúgott. Jung nagyon erőszakos, és nagyon szabálytalan, szabad rúgás. Német. Bobére elvitték a labdát a védők. Lüggyel bajjal fel is szabadítanak. Tóth. Tóth még majdnem kivitte a pályáról, nem lett, de gyönyörűen kapja vissza. És Lüggyel bajjal, de felszedi a labdát. Csönge. Sokáig nem jut vele. Hát Jungmann este hármasnál járhatna. Néhány centiméter hiányzott hozzá. Marad a 3-2, továbbra is vezet a Deckebau. Kellner. Német. Nagy Péter, bedobás. Salac. Jó volt a blokk. Cövek. Kellnerre vezeti rá, Cövek. El is lövi, ez mellé. Jó 5 méterrel szállt mellé a labda. Varga Balázs rúgja vissza a labdát az indításnál. Kiszely helyet lépett pályára. Jó meglátás, de rossz kivitelezés. Német volt, aki fölé lőtt. Horváth egy hosszú kirúgással Tóthot kereste. Német. És Horváthnak kell bravúrral hárítania. Volt neki szerencséje is Horváthnak, hiszen pont oda jött a labda, ahol ő állt. Marad a labda a fecánál. A távoli próbálkozás Kellner mellé. Letámad a klub feca. Aztán kicsit visszahúzódnak a piros mezesek. Tóth. Cövek. Ez utána rossz volt a kényszerítő. Bobori. Salac. Kellner. 18. percben járunk az első fél időben. 3-2. Deckebau részéről Jung volt, eredményes kétszer, Tóth Gábor egyszer, a másik oldalon Nagy Péter és Német a gólszerzők. Boborit most könnyedén választják el a labdától, Cövek, próbál rápattintani, ellenfelére sikerült is. Tóth, a másik hetes, Salac volt az, aki szabálytalankodott vele szemben. Szabadrúgás. Varga Balázs, Tóth. Hátra Horvátig. Magas volt a labda Varga Balázsnak. Ez pedig nem ért hozzá senki. Hiába szeretné Salac elvégezni. A szögletet kirúgás. Varga. Bobori gyűjti be. Bobori. Kellner. Német. Salac. Hárman veszik körbe. Szabadrúgás. Salac a labda mögött. Aztán érkezik Nagy Péter is. Salac. Belép a lövésbe Varga, bedobás. Nem jutott el a kapuig tehát a próbálkozása Salacnak. Nagy Péter. Bobori. Meg fel befordulni mellé. Sikerült is befordulnia Boborinak, de nem volt pontos a lövés. Horváth az előbb nem úgy sikerült a kirúgása, hogy szerette volna. Ezúttal is egy kicsit magas volt Kiszeynek. Német. Német. Nagy lendülettel indul meg. Olyannyira nagy volt a lendület, hogy ki is ment a labda.
Horvát, majd a másik kapus Csönge. Salac nem tudott elmenni Varga mellett. Kiszei elcsúszik, rosszul lépett. Jung, ugye baj a felszabadít, hogy hatalmasat esik. Kellner egy kicsit aláfeküdt. Bizony kellemetlen esés volt. Jól ment volna el Jung, meg tudja csúsztatni, el is vihette volna. Játékvezetőnek kell kibékíteni a feleket. A szabadrúgást Kiszei fogja elvégezni. Tóth Gábor már lopakodik előre. Nem volt rá szükség, fölé lőtt a Kiszei. Kellner. Nagyszerű labda. Német a túloldalon, Német és Horvát vetődik ki a kapujából és hárít. Nagyszerűen vette észre Kellner a hosszú oldalon érkező játékostársat. Német. Hátra Nagy Péternek. 21. percben járunk az első félidőben, 3-2 vezet a Deckebau. Kellner, balla lövi el, a maga lövés nem volt túl jó, de úgy lett veszélyes, hogy ott a hatoson belül hozzáért Német. Az ismétlés pedig már messze mellé ment. Horváth ismét hosszan előre, ezután meg is tudják csúsztatni, Kiszei volt az, de a hatoson kívül az alapvonalon túlra ment a labda. Kellner. Állandósul a klubfeca fölénye, az utóbbi percekben nem tudott igazán veszélyes gólszerzési lehetőséget kialakítani a Deckebau, ennek ellenére őrzik egy gólos előnyüket az zöldfehérek. Jung keresi a társat, Kellner jól lépett ki a falból. Kis szerencsével marad klubfecán a labda, Salac, és belelépnek ketten is, Szöveg Balázs volt az végül, aki blokkolt, és most lehet kontrázni, Tóth mellé. Német, Kellner, pillanatra megcsúszott, de meg tudja tartani a labdát, meg kapja vissza. Bobori pedig nem éri el, nem tud belefejelni, nem volt rossz az elképzelés. Jöhet a Deckebau kirúgással. Nagyon jól védekezik Decke, így nem tud nagy zicsert kialakítani a klubfeca, mely azért jóval nagyobb esélyesként várhatta ezt a meccset. Tóth. Ha egy kicsit gyengébben lövi középre, pontosan jó Vargának. Ez is helyzet volt. Német. Nagyon sokat dolgozik. Bobori. És a háta mögé kapja Német. Igaz, hozzáért egy Deckebau játékos. Ez pedig már kim volt. Nagy Péter. Kellner. Bobori. Jó, a középre jött labda, és Varga az, aki kiemeli kapu előteréből szöglet. Lassan-lassan érkezünk az első félidő utolsó percéhez. De nem kell megvárni ezt az utolsó percet, hogy lássuk a klubfeca egyenlítő gólját. Bobori volt az, aki egy szöglet után a lét alá vágta a labdát. 3-3. Nem sikerült tehát kihúzni a Deckebaunak a szünetig a vezetéssel. Az utolsó percekben egalizál a klubfeca. Jung. Nem tudja, kit válasszon. Kiszei felé a labda, de jól ugrott közben Német. És már is lehet fordulni. Nagy Péter középen az érkező társ Bobori mellé. Bobori kis hián, 1 perc alatt 2 gólt lőtt most.
Kiszej. Kellner fejelte ki előle. Ezt is szabadítanak a klubfeca játékosok, ezt is kifejelik, és egy remek lövés a végére Nagy Péter. Néhány centiméter hiányzott, hogy betaláljon. Ez volt tehát az első félidő utolsó említésre méltó momentuma. A szünetben Dekkebau klubfeca 3-3, innen folytatjuk a második félidővel. Egyenlőre nem bírnak egymással a csapatok, 3-3 az állás a Dekkebau klubfeca mérkőzésen. A vezetést a klubfeca szerezte meg. Az első percben Németh révén innen fordított a Dekkebau, Jung és Tóth a gólszerzők. Aztán hiába egalizált Nagy Péter, egy percen belül Jung ismét a Dekkétszer jutott a vezetéshez. És az első félidő utolsó percében Bobori egalizált. Ez az első félidő rövid története. Nézzük a második játék részben, ki tudja megszerezni a három bajnoki pontot. Jung. Tótot választják el a labdától szabálytalanul. A másik hetes számú játékos Salac volt a szabálytalan. Kiszej. Kéttagú sorfal. Bobori és Salac. El tudta lőni mellettük Kiszej. Igaz, sokra nem ment vele. Nagy Péter. Salac gyönyörűen elvitte a kapus mellett, és megszerzi a vezetést a klubfecának. Így villámgyors kontrából előnybe kerül a feca. Ez eddig, legalábbis mi a kontrákat illeti, a Dekkebaura volt igaz, hiszen ők próbálkoztak ezzel a fegyverrel. Csönge szedi fel. Máriási. Nagy. Salac inkább hátrafelé indul. Nagy Péter hiába mozgott ott elől, csak most kapja a labdát. Szövegkel van Nagy küzdelemben, és ő jön ki a küzdelemből győztesen, olyannyira, hogy gólpaszt ad Boborinak, aki másodszor talál be a mérkőzésen. Két gól már a klubfeca előnye. Ha nem lett volna a szünet, mondhatnánk, hogy percenként lő volt a klubfeca, hiszen az első fél időben 25. percben, aztán a másodikban, a 26. és most a 27. is betaláltak. Jung még veszélyesen adta hátra, vagy nem, lecsapott rá Bobori. Domján megtartja a labdát, azonban csöngéjé. Bobori, jó labda Kellnernek, olyannyira mellé, hogy bedobás. Horváth kapus. Szöveg, Jung, Tóth, Horváth hosszan előre, ott nincs játékos társ, ráadásul ki is megy a labda, az oldalvonalon bedobás a klubfeca javára. Kellner, Bobori fejjel tovább, Nagy Péter, hogy visszaemelni, még megmentik, Kellner, ez már jóval jobb lövés volt. Az előző nem nagyon sikerült Kellnernek, hiszen bedobás lett belőle, ez nem sokkal ment mellé. Most pillanatok alatt elveszíti a labdát a Dekkebau. Az első fél idő végéig nagyszerűen tartották magukat a zöldfehérek. Ez a Máriási bombáját hatást tanítja Horváth. Utána viszont a klubfeca jóval nagyobb rutinja kiütközött. Salac. Nagy, megpróbál belülni a kapu elé, hiszen érkezett Salac, kirúgás.
horvát, nem nagyon tudja kit válasszon. Varga Balázs kapta a labdát, horvát eladja saját kapuja előtt, Máriási, és jóvá téve korábbi hibáját horvát, hárít. Szöveg. Bobori nem tud lefordulni. Szabadrúgás, a Dekkeba újavára. Mérkőzés 30. percében járunk, 5-3-ra vezet a klub Feca. Bobori kétszer, Salac, Nagy Péter is Németh Antal egyszer-egyszer talál be. A másik oldalon Jung, Barnabás két gólos, még Tóth Gábor egyszer vette be a Feca hálóját. Németh, Kellner, ketten játszogatnak most. Aztán bevonják Boborit is. És hiába szerel Jung, szabadrúgás. Németh és Nagy Péter a labda mögött, ezt a Németh hagyja. A helyére Bobori jön. Nagy Péter kapja vissza. Egy nagyon szép kombináció, Nagy Péter, és ott a hatodik gól a klub Fece szemszögéből. Egy nagyon szép szabadrúgás kombináció végén. Előbb még hárított Horváth Nagy Péter első próbálkozásánál, de a kipattanót már nem hibázta el Nagy. A 31. percben 6-3 a klub Fece javára. Tóth. Nagy Péter pedig már a harmadik duplázó a mérkőzésen. Eddig a klub Fecától Bobori, a másik oldalról Jung volt az, aki kétszer tudott a kapuba találni. Szöglet. Iszei volt az, akiről kiment a labda. Egy elegáns mozdulattal kirúgja a palánk mögé. Cserélt a klub Feca. Kellner jött le pihenni, és a helyén 20. Lassan elvégzi a szögletet a klub Feca, Véninger. És gyerekként jött be, 20 Károly. Véninger helyzetben elviszi a kapus mellett is, és úgy lő gólt. 7-3 ezzel már. Hogy jönnek a gólok? 32. percben járunk még csak. Mikor már 7-3-ra vezet a klub Feca, és 4 gólos az előnye. Emlékezzünk vissza, az első félidő végén a 24. percben még 3-2-re a Dekkebau vezetett. Jó 11 méterre kaputól jár a szabadrúgás, Jung. Ketten is ott bent a kapu előtt. Jung ellövi, és Bobori lábáról hagyja el a labda a játékteret. Egyelőre nincs, aki bedobjon. Végül Varga az, aki érkezik. Kapja vissza, Varga és szöglet. Husz Károlyt figyelmezteti a játékvezető. Erőszakosan próbálta lerázni ellenfelét, bedobás. Nem tudom, mi volt a célja ezzel Vargának, de nem jött be. Ez van egy új ember. Dekkebaunál is, 69-essel Kellner Patrik. Tehát mindkét csapatban van egy Kellner. Péninger. Nagy Péterrel játszanak össze. Németh. Volt ez tovább, Nagy Péter. Nem tudta már irányítani, így Horváth begyűjtötte. Jung a bedobással. Tóth. Szépen emelte ki, Jung, el is lövi távolról, és megpattant Németen, bizony vetődni kell a csüngének.
Tóth fogja elvégezni a szögletet. A 35. percben járunk. Hát a hosszú oldalra, abban lefüleli a 6-os számú Nagy Péter, és már is mert az indítás Boborinak, aki megcsúsztatja, Horváth a helyén állt. Kellner. Hosszan előre, ez Csöngéjé. Volt egy kisebb szünet a játékban, de most ismét felpörögtek az események. Weninger mezénél fogva húzta vissza Kellner Patrikot. Jogos, ha szabad. Varga. Jungnak rossz a passz. A Fece jöhet bedobással. Csönge. Nagy Péter. Német. Nagy Péter nem tud most közelebb férkőzni a Klub Feca Dekkebau kapujához olyannyira, hogy dobhatnak a zöld-fehérek, és 20 az, aki kicsúsztatja. Jung, át a hosszú oldalra, újabb bedobás. És lehetett fejelni mellé. Jung volt az, aki bólintott közelről, de mellé ment. Ez nagyon rossz kirúgás volt Csönge Norbertől. Elnézést is kér a társaktól, Tóth. És nem tudja áthámozni magát Németen. Egy hátulról fellöki, jogos a szabadrúgás. Weninger a labda mögött. Máriási. Bobori. És nincs benne a labda, szöglet. Német lábáról gurult el. A vonal előtt, a gólvonal előtt a labda. Végül Varga volt az, aki kibaszolt a kapu előteréből. Német. Weninger. Bobori. Német, középen Weninger érkezett, jó volt a blokk. Kellner Patrik volt az. 20. Varga, nem a legjobban próbálta megjátszani Kiszejt. Máriási már a labdával. Máriási. Német. Ők ketten játszanak össze. Weninger. Türelmesen passzolgat most a Klub Feca. Nehéz átjutni, nem is tudtak most ebből a támadásból. A 7 kapott gól ellenére jól védekezik. A Dekkebau, igaz, vannak kihagyások a csapat játékában. Jung. Jung, és belevetődik. 20, de még ott volt a labda, és elmegy a kapu előtt. Német végezheti el a bedobást. A 38. percben járunk a mérkőzésen. 7-3-ra vezet a Klub Feca. Jung számított arra, hogy Csönge Weninger próbálja megjátszani, és hatalmas gólt lőjünk. Kezdést reklamálnak ott középen a Klub Feca játékosai, de a játékvezető megadja gólt. Nagyon átlát a Jung Bernabás, aki ezzel a mezőny legeredményesebb játékosa, hiszen csapata 4 góljából 3-at vállalt magára. 3 gólra csökken a különbség. 7-4 ezzel a Klub Fecának. Máriási. Jó volt a meglátás, de Kiszegy lefülelte az átadást. Tóth. Ugye szépen emelgetett ott a piros mezesek között. Kicsit hosszan kapja vissza, és ez éppen elég volt ahhoz, hogy elveszítse. Igaz, szabálytalanak ott a kis vele szemben. A 9-es vonalról kell elvégezni. Varga ott hagyja. Szegy és Jung. Jung lövi el szöglet.
német volt az, ki beleért a labdába. Varga. Ott nincs senki. Béninger. Máriási. Kiszej. A labdaszerzés után. Még mindig ott lehetőség. Tóth és hatalmasat véd Csönge, aki begyűjtje a lepattanód. Tóth volt az, aki akrobatikus mozdulattal kapura irányította, itt pedig Horvát hatást tanítja Véninger fejesét. Jung. Jung. Belelövi németbe, bedobás. Az utolsó 10 percen belül járunk. 7-4 a klubfecának. Véninger. Sarokkal tovább. Verésen volt Kellner Patrik. Kicsit most kapkodtak mindkét oldalon, főleg itt a végén Csönge. Ez elérhetetlen labda volt Boborinak. Kellner Patrik. Varga. Kiszejt keresi. Ő csak visszafele tudja fejelni, de ott, abban a pillanatban csak Bobori állt. Cserél a klubfece, Bobori ment le, és az a Salac jött be, akinél éppen a most van a labda. Salac, Véninger, ez magas volt németnek. Varga. Salac szerez labdát, és mellé. Horvát a kirúgással, Varga. Jó, vette észre. Horváth egy üresen van Varga, de azonnal odogrik. Két játékos, bedobás. Véninger, 20. Német. Salac. Inkább hátra. Klubfecának már nem olyan sürgős, hiszen 3 góllal vezetnek. A Dakkében pedig nincs meg annyira az átutó erő, hogy bedarálják a klubfecát. Tóth. Tóth. Kellner Patrik. Máriási az, aki fejjel tisztáz. Azonban nem sokáig tarthatta meg a labdát a klubfeca. Varga. Tóth. Horváth. Bizony, majdnem belebonyolódott a cserekbe Horváth. Ki is emeli most egyből, azonban kint van. A felező vonaltól jár a bedobás Fecának. Valamivel több mint 7 perc van hátra még a mérkőzésből. Máriási. Német. 20. Fordulhatnak a zöld-fehérek. Jung. Salaccal szemben szabálytalankodik. Jogos a szabadrúgás. Máriási. Husz Károly. Előre nem nagyon mozognak most a játékostársak, csak hátra lehet passzolni. Német. Német, Máriási. Ez egy gyógyítás volt. Nem jutott el középre. Salacig. Jung. Kiszej. Német volt az, aki kipöccintett elő a labdát. Ez pedig Csöngéjé. Salac nem tudja megcsúsztatni Véningernek. Tóth. Ellövi messziről, mellé. Jó fél méterrel került el a kaput ez a lövés. Továbbra is 7-4-re a klubfeca vezet. Csönge. 20. Egyelőre nem támad ki.
Dekkebaum közben Máriási megy gyönyörű cselekkel. Utolérig és szerelik végül. Kellner Patrik, Varga és Huszkároly az, aki felemeli a labdát. Játékvezetői labdával folytatódik a mérkőzés, és hiszen elérte a plafont. Érdekes volt, nem ment oda senki a fecától elvégezni játékvezetői labdát. Vissza is adja a klub feca. Tóth. Kiszej. Ott nincs senkinek. Németh. Szabad rúgás. Máriási. Fogy az idő, alig van be több mint 4 perc van hátra, amikor Máriási veszti a labdát. Ketten jönnek középen, Huszkároly volt az, aki felszabadított Tóth. Másik hetesen Salaccal küzd. Csönge, gyönyörű indítás volt, már ha így akarta Csönge, Máriási nem tudta bent tartani. Horváth végzi el a kirúgást. Ez is jó lett volna, de résen volt német. Jung. Hiába startolt rá játékostárs. Jól fedezte a labdát Máriási. Német. Jó a cselki szej mellett. Tovább azonban nem jut. Salac. Véninger. Középen Németh várja a labdát, de ez már kint van. Megcsúszott Véninger a labda közelés pillanatában, így nem tudta már beadni. Jung. Tóth. Varga Balázs. Hozzárkózik fel. Kellner Patrik, aki majdnem elvesztette a labdát, Tóth. Kellner Patrik kivételi valamennyi játékos. A klubfeca tér felén, bedobás. Be kell csukni az ajtót. Horváth. Horváth íveri előre. Nem tudja megcsúsztatni. Kiszej. Salac. Húsz vágja előre, Véninger. Véninger még mindig jól tartja a labdát. Máriási. Ki fog vajon kapura lőni ebből a helyzetből? Egyelőre senki. Németh a bedobással, Véninger. A 48. percben járunk, Máriási, Véninger. Nagyon határozottan védekezik most a Dekkebaum, nem tud közelebb férkőzni egyelőre a klubfeca. Meg is szerzik. Igaz csak átmeneti időre a zöld-fehérek. Báj. Máriási. Salac. Jó volt a kényszerítő Salac. Középen van érkező ember. De megpattan egy lábon, már korábban nem kellett hozzáérni a Véningernek. Így Salacé a gól, meg is ez a második találata. Most már 8-4-re vezet feca, egy perccel a mérkőzés vége előtt. Meglehetősen régen, 10 perc ezelőtt láttuk, utoljára volt akkor Jung. Lőtt a Dekkebaum negyedik találatát. Az utolsó percre még egy új játékos beszállt a Dekkebaumba, 10-es számmal Jancsek József. Cövek nem tudja megmenteni, újabb bedobás. Most végzik el a piros mezesek, Salac.
megszerzve Dekkeb autót, még egy utolsó támadást talán belefér, Jancsek. Bent tartja, bedobás. Varga, és lehúzza előle Csönge. Salac, Réminger. Mert tovább a játék, és Tövek volt az, aki blokkolt. 8-4. És ha most nem rúgolt a Klubfec, akkor azt hiszem ez is lesz a vége. Véninger hátra teszi Csöngének még. Máj. Salac. És ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. A Klubfec 8-4-re legyőzte a Dekkebaut. Nézzük a gólszerzőket a Klubfecánál. A Salac, Nagy Péter és Bobori kétszer talált a hálóba, Véninger és Németh egyszer, míg a másik oldalon a Jung 3 gólt lőtt, Tóth Gábor pedig egyet, ezzel alakult ki a végeredmény, tehát Klubfec a Dekkebau 8-4. A hatodik játékhét egyik legfontosabb mozzanata, hogy az eddig 100%-os teljesítményt nyújtó Bádogos pontot vesztett, mégpedig a Sereghajtó maratonsporttal szemben. A részleteket az összefoglalókból tudhatják meg. A forduló nyitó mérkőzésén mindössze 20 másodpercet kellett várni az első gólra. A Bretton RT-nek ennyi időre volt szüksége, hogy bevegye a Fehérvíz kapuját. A folytatásban is a fehérmezesek akarata érvényesült, ám a helyzetek egy kivételével sorra kimaradtak. Mivel az első játékrész végén a Fehérvíz is betalált egyszer, a szünetre a Bretton vonulhatott minimális előnnyel. A második 25 perc elején a Fehérvíz két gyors góllal tudatosította pontszerzési törekvéseit, ám a rutinosabb ellenfélnek is volt válasza. Hogy mégsem lett döntetlen a vége, az egy rendkívül szerencsés találatnak köszönhető. A Bretton ezzel a góllal nyerte 4-3-ra a mérkőzést. Amennyire az eredmény mutatja, azért annyira nem volt nehéz. A második fél idő elejét azt egy kicsit nagyon ellazáskodtunk, és ott fel is jött az ellenfél, de úgy érzem, mindenképpen a győzelemre mentünk, és ez meg is volt. Nem rossz csapat, hát jobbak voltak nálunk, erre több helyzetük volt, inkább védekeztünk. Hát szerencsére, ami volt helyzetünk, azt be tudtuk rúgni. Nem mondom, kis szerencsével azért meg lehetett volna. A Cseh plusz V Atlantis Pub jó rádió mérkőzést a kékmezes Cseh plusz V kezdte aktívabban, azonban ez csak a kidolgozott és kihagyott helyzetek számában tükröződött. A félidő második részére felvették a ritmust a rádiósok, így meglepetésként hatott, hogy a Cseh plusz V a hajrában 2 perc alatt 2 gólt is lőtt. A második játékrész már egyértelmű jó rádió fölényt hozott, de hiába szépítettek, hiszen ellenfelük erre 2-vel válaszolt. A kapufákkal hadilábon álló pirosak nem tudták befogni az előnyét rutinosan megőrző Cseh plusz V-t, mely végül 4-2-re győzte le a jó rádiót. Számítottunk erre, mert tavaly előtt ők első osztályú csapat voltak, és egy újonc mindig kellemetlen ellenfél. Be is igazolódott, én figyelemmel kísértem az előző fordulókba, elég bal szerencsésen kaptak ki. Győzött a rutin és a szerencse, én azt tudom erre mondani. Nem volt több helyzetük, mint nekünk, szerintem kiegyenlített volt a meccs annyi, hogy ők rúgtak 2 kapufás gólt, mi rúgtunk 5 kapufát az övék befelé, mentem ilyen kifelé, ezért mondtam, hogy szerencse. Meg hát egy rutinos jó csapat volt az ellenfél, úgyhogy ma így alakult. Fordulatokban nem volt hiány a maratonsport Bádogos mérkőzésen. Az első fél időben mindkét csapat bátran támadott, így természetesen a gólok sem maradtak el. A vezetést a zöldmezes Bádogos szerezte meg, azonban az utóbbi időben gyengelkedő maraton is felpörgött, így a szünetre 3-3-mal vonultak a csapatok. A második játékrészben előbb 4-3-ra a Bádogos, majd 5-4-re a maratonsport vezetett, és úgy tűnt, utóbbi meg is tartja majd az előnyét. A hajrában aztán sikerült egyenlíteni a Bádogosnak, így a találkozó 5-5-ös döntetlennel zárult. Az elején nagyon elrontott. Na egyszerűen ilyen helyzeteket, hogy 20 centiről nem találunk be, ezt nem szabad nekünk megengedni, még akkor is, hogy úgymond egy kicsit gyengébb ellenfél volt, mert hát látszott, hogy nem volt gyengébb, meg hát hátul katasztrofális volt a védelmünk, leforogott az ellenfél, és hát majdnem mindegyik úgy rúgták a gólt, hogy szabályosan ott hagyták a hátvédeinket, úgyhogy most ma nem igazándiból játszottunk jót. Örülök neki, hogy meg tudtunk menteni az 1 pontot. Igazságos a döntet, csak iszonyú bosszantó, mert az utolsó másodpercbe kaptuk az utolsó gólt. Az ilyen apró figyelmetlenségekkel ment el a meccs? Igen, sok apró figyelmetlenség, valóban. A most futó szezonban már előfordult, hogy a sárgamezes Fevita sérülések miatt nem tudott teljes létszámban felállni egy mérkőzésre. Így volt ez a Bombon elleni találkozón is, melyen sportszerűen az ellenfél is 4 mezőnyjátékossal kezdett. A mérkőzésen így is a fehérmezes Bombon játszott fölényben, a szünetig 2-szer vették be a jobbára csak kontrázó Fevita hálóját. A második játékrészben sem változott sokat a játékképe, a húzó embereit nélkülöző Fevita hiába okozott néha zavart az ellenfél kapujánál, a szépítő találat nem jött össze.
A Bombon viszont 5 alkalommal is beköszönt ebben az időszakban, és végül 7-0-ra nyerte a mérkőzést. Úgy alakul minden, ahogy már tervezitek? Másképp látjuk a dolgokat. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat hagyunk ki. Most is a végén elúszott a meccs, felálltunk 5-1-be, hogy az előnyt egy kicsit begyakoroljuk, de egyszerűen nem megy még mindig. Még mindig nem az, ami ennek lennie kéne. Jó iram és nagy küzdelem jellemezte a fehérmezes Old Boys és a Truck Trailer Köfém 2 összecsapását. Nehéz lenne bármelyik együttes elsőprő fölényéről beszélni, az Old Boys ugyan valamivel többet kezdeményezett, de a kékmezesek gyors megugrásai is magukban hordozták a gól lehetőségét. Utóbbival azonban szűkmarkúan bántak a csapatok, a mérkőzés második félidejének közepéig nem kellett a kapusoknak a hátuk mögé nyúlniuk. Ekkor egy jól eltalált lövéssel a kékek kerültek előnybe, s mint később kiderült, ez elég is volt a győzelemhez. Az Old Boys hiába tett meg mindent az egyenlítésért, a Truck Trailer Köfén 2 végül 1-0-ra megnyerte a találkozót. Szerintem nekünk több helyzetünk volt, komolyabb helyzeteink, hát ez végére sikerült egyet berúgnunk. A helyzet kihasználással gondolom, akkor nem vagytok azért elégedettek. Abszolút nem. Minden meccsen legalább 3 zicserünk van, amit nem tudunk berúgni. Ha berúgnánk, szerintem nem itt lennénk, nem ezen a helyen. 1-0 lett a meccs vége, jobb volt ennyivel az ellenfél, ez az egy góllal? Úgy érzem, hogy ez a meccs egy X-es meccs volt. Egyenrangok voltunk játékban, sőt, talán nekünk volt több lehetőségünk. Mégis ők nyerték a meccset. A MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz Turullány mérkőzésen két olyan együttes csapott össze, melyek eddig mélyen tudásuk alatt teljesítettek. Az első félidő végéig jobbára az történt a pályán, amit a Turul elképzelt. A játékrész végét aztán átaludta a kékmezes csapat, a MÁV pedig élt a tálcán kínált lehetőséggel és 4-2-es vezetést szerzett a szünetre. A második félidőben ismét felpörgött a Turul, és 5-4-es állásnál esélyük is volt az egyenlítésre. A kidolgozott lehetőségeiket azonban kihagyták, Farkas Rolandék pedig 2 újabb gólt lőtek. A végeredmény így 7-4 lett, a MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz javára. Nézzük az első osztály 6. fordulójának eredményeit még egyszer. Fejérvíz Bretton RT 3-4, C plusz V Atlantis Pub Jó Rádió 97.1 4-2, Maratonsport Bádogos 5-5, Fevita Bombon 0-7, Old Boys Truck Trailer Köfém 2 0-1, MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz Turullány 7-4 és Dekkebau Klubfeca 4-8. 6 forduló után a bajnokságban a Bretton RT vezet 100%-os teljesítménnyel, vagyis 18 ponttal, második a Bombon, harmadik a Bádogos, mindkét csapat 16 pontos, negyedik a Klubfeca 15, ötödik a C plusz V Atlantis Pub 12 ponttal, hatodik a Truck Trailer Köfém 2 7 ponttal, hetedik a Dekkebau, nyolcadik a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz, 9. az Old Boys, 10. a Turullány, 11. a Fejérvíz, 6-6 ponttal, 12. a Maratonsport 4, 13. a Jó Rádió 3, 14. a Fevita ugyancsak 3 ponttal. Az 1B osztályban a héten az 5. forduló mérkőzéseit rendezték. Alba Komplett Poyák BT 3-3, Duplex 2001 Kft. Pici Csel FC 2-4, Total Food Shell Gáz 0-9, FC Chelsea Opsitos 4-3, Cooper SC Placbau 7-3, Széphő Alba Logisztik, Ságépítő Prizma 5-3 és Koral Mástészta 2-5. A bajnokságban a Pici Csel FC vezet 15 ponttal, második a Cooper SC 12, harmadik az Alba Komplett 10 ponttal, negyedik a Széphő Alba Logisztik, ötödik a Duplex 2001 Kft., hatodik a Mástészta, hetedik az FC Chelsea, nyolcadik a Placbau, valamennyi csapat 9 pontos, kilencedik a Sergász 6 ponttal, tizedik a Koral, tizenegyedik az Opsitos, tizenkettedik a Ságépítő Prizma, tizenharmadik a Total Food 3-3 ponttal, a tizennegyedik pedig a Poyák BT 1 ponttal. Kedves nézőink, az első osztály 7. fordulójában, azaz a jövő héten, a Bádogos a Fevitával, a Jó Rádió az Old Boys-szal, a Klubfeca a C plusz-ével, a Bombon a Fejérvízzel, a Bretton a Dekkebauval, a Trakka Mávval, a Turullány pedig a Maratonnal méri össze erejét. Kedves nézőink, műsorunk végén elköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!